Változó csillagokkal foglalkozom, ezek olyan csillagok, amelyek emberi időskálán belül változtatják a fényességüket, napokon, vagy órákon, vagy perceken belül. Ennek különböző okai lehetnek. Én ezen belül igaziból két fajta változó csillagtípussal foglalkozom. Az egyik az, amikor kettő vagy több csillag kering egymás körül, és az egyik az elfedi a másik csillagot, és ilyenkor, amikor így elfedi az egyik a másikat, akkor igaziból kitakar abból a csillagból valamit, és akkor így csökken a fényesség, tehát azt észleljük, hogy kicsit kevesebb fény jut a távcsőbe. A másik típusú változó csillag, amivel foglalkozom, azokat pózáló változóknak hívjuk. Ezek olyan csillagok, amelyek a sugarukat változtatják, tehát néha így megnőnek, meg néha így összemennek, és ezek így perceken vagy órákon belül történnek általában. Ma már nem ülünk a távcső mellett, és nézünk bele a távcsőbe. Az utóbbi két évben a Keplerű távcső adatait használom. A Keplernek az az előnye, hogy ugyanazokat a csillagokat méri én már most már két éven keresztül folyamatosan, és ilyen hosszú, ilyen pontos adatsor még soha senkinek nem állt rendelkezésére. Olyan dolgokat találtunk már, amiket korábban még így senki nem talált, és biztos vagyok benne, hogy a következő pár évben is még lesznek olyanok, amikre eddig még nem volt előttünk példa. Két fiam van, 4 éves a nagyobb, és 2 éves a kisebb. A nagyobbik az nagyon szeret így csillagászati könyveket nézegetni, és akkor így csomó érdekes kérdést tesz föl, hogy például, hogy az a bolygó ott meleg, vagy nem meleg, hogy élnek-e ott emberek, vagy se. A kicsi az pedig általában minden este úgy szeret ágyba menni, hogy először megnézzük a csillagokat, és akkor így mutat egy-két lámpát, azt hiszi, hogy azok csillagok, és akkor elbúcsúzik így a csillagoktól, aztán így megy aludni.